Está aqui. Itt vagyok. Várlak. Na gyertek. Mamába kikarom. Minden erő és akarat és létezik oda föntről jön. Hát nem mindenkinek egyformán osztják kora főnök. Nem. Na, sportoló volt Ilonka néni? Fiatal korában? Na, hát én megjártam a Vepart is. Gyalog, Vargedéről, a Somoskői várba, gyalog országúton, soha nem mentünk országúton, erdőkön keresztül. Torony irány. Valami gyalogúton, vagy valami. Nem. Újra törve. Iránytűvel, hogy merték a valogi szülők rám bízni a gyerekeket, hogy én gyalog mentem velük, Rimaszombatba, innen, moziba, mert ők még mozit nem láttak. Igen. Hát hogy a... merték rám nézni? Nem volt gond, ha kassára gyalog jártak, balogiak. Balogiak gyalogiak? Tényleg? Igen, kassára, igen. Elpusztulok. Hát a templom építésének ügyébe a küldöttség gyalog mentő kassára. Ennek a reformátusnak? Igen. Na de hát az nagyon régen volt már, nem? Hát régen volt, 1740-ben fejezték. Ez is iskola volt, én erre emlékszem. Persze. Mikor még itt tanítottál, akkor mi tanítól laktunk ebben. Ez melyik osztályok voltak? Hát már mindenfelé volt itt. Ebben lakott az igazgató. Én igazgató is volt egy időben, Ilonka. Kis Lajos. Te is igazgató voltál egy időben. Volt, úgy bizony. Bizony. Sőt, Ilonka néni tanított két osztal. Egyszer délig, meg délután. Jaj, bizony. Bizony. Vagy mikor elvitték a tanítókat is, minden ment a katonának, és én voltam az igazgató, ennyi rengeteg gyereke, júj. Mi volt itt? Itt te hol születek? Kassán. Anikó is Kassán. Tornán köszöntek, hogy hol lakulat? Igen. Mi a kassai kórházra születtünk. És édesapám akkor a Donkanyárban volt, amikor én születtem. 43-ban. Igen. Hogy néz ez itt? És itt, lehet, itt lehetett fölmenni a templomba? Igen, itt a lépcső. Igen. Azok a házak arany. Itt vannak, még nincs itt volt két. Nincs már semmi. Nincs? Azok ma összedőlt. 1932-ben kerültem Balogra, olyan körülmények között, hogy 14 jelentkező közül engem választottak meg balogi tanítónőnek. Az alsó két osztályt, második, negyedik osztályt kaptam, hiszen akkor kezdtem tanítani. Itt voltam, hosszú éveken keresztül itt tanítottam a kicsi gyerekeket, aztán jöttek a viharok, mindenféle veszélyes dolgok, elkerültem innen. Újra balogi tanító lettem 1958-tól egészen nyugdíjazásomig 75-ig. Hát ezek nagyon szép idők voltak, a balogiban töltött évek. Ez volt az iskola épület. Itt volt a bejárat. Ha tovább mentünk egyenesen, ott volt akkor az elején, mikor itt éltem, két szoba. Ott volt a tenterem bejárata. Szóval ez kimondottan tanítónői lakás volt az egész. Később a két szobából is tantermek lette, a konyhámból tanári szoba, még bal felé volt egy spajz.
Hát ez nagyon jó, kényelmes lakás volt, és emlékek fűznek hozzá. Nem így nézett ki most, természetesen nagyon rendben volt. Ezen az udvaron szépen látomosabb gyerekek. És a másik épület? A másik épület, ott lakott az igazgató, és ott is volt egy tanterem. Sajnosan, de nagyon rossz állapotban van, de hát azt hiszem nem használják semmire. No. Az az osztály, amit keresztben van, vagy volt, az kétfele volt abban az időben osztva, ugye? Ilonka néni idejében volt, két szoba volt el. Két szoba. Én is így gondolom. Egy kisebb és egy nagyobb. Hogy az kiletvébe a közfal, és úgy lett abban egy osztály. Mert aztán később tanári is lett abban, mikor ma. A tanári itt volt, itt volt, a volt konyha. A Gondusz idejében tetszik emlékezni, tanári lett belőle. Igen, igen, igen. De abból lett tanári. Csak ez egy olyan keskeny, hosszú osztály. Keskeny, hosszú. Egy csorpat fész bele csak. Igen. Keskeny, hosszú, ott is, de nem tudom, hanyadikat jártam ott a hetedikat, és volt. Igen. Mondom, utána csak egy csorpat férve. Igen. Hogy még Tamári is tudott itt lenni valóban, ugye? Igen. Itt minden volt, minden. Ebben a kis rukban, hogy így mondjam, igaz, és minden. Annyi osztály, minden. És annyi jó gyerek került. És minden volt, és minden. Olyan tanított. Hogy hogy lehetett ilyesmi akkor? Nem tudom. Jó szándékkal sose volt. Igen. Mikor egyszer már majdnem elfogytak nekünk a gyerekek, mert a szobák is elcsalták. Ez egy borzalmas valami volt. Ezzel azt akarták elérni, azt a két kilométer barkamartig. Ezért voltam én a bíróságban is feledem. Én bíróságban is jártam, a Balogi iskola miatt. Mert valaki beárulta, hogy agitálunk a szlovák iskola ellen. Hát nem, hogy agitáltunk, mert de... Nem ellene, hanem érte valamit. Szó nélkül érte, így van. Szó nélkül ezt nem lehetett adni, úgyhogy hát bizony, hogy mondtunk itt-ott a szülőknek, de hát a bíróságra mentünk Kislajos, a papunk is, meg én hárman bíróságra mentünk Feledre. És ott egy olyan bíró kezébe jutottunk, aki szánkba adta, hogy mit mondjunk szinte. Úgy intézte a dolgokat, hogy nem lett belőle semmi. Ilyen épületekből mégis mérnököt, technikusok, orvosok, hogy mit mondjam, általában rendes emberek lettek, mindenkik ide jártak. Pedig emlékem, azt elmesélem, hogy mikor megalakult a szlovák iskola. Hát hol legyen, mint a kastélyban, ugye? Csak ott lehet. És a papbácsink öreg volt, és megbízott engem, hogy én járjak oda a mi gyerekeinknek hittan tanítani. Mentem a kastélyba, és a mi gyerekeink... De úgy voltak a miénk, csak hogy magyarok voltak, de nem magyar iskolába jártak. Szlovák iskolába jártak a mi magyar gyerekeink. És engem megpróbál, föntről a dombról a gyerekek megdobáltak volna, de a kő nem ért. Hát a szlovák tanító fölbuszította őket, ugye, hogy minek jár oda így, miért tanítozott magyarul. A gyerekek megijedtek nagyon, azt hitték, hogy én most már megijedek és megfordulok, de mentem, akkor beültek szépen a padra a sok református magyar gyerek, és akkor, hogy bementem csendbe, megijedve, ugye? De hát a szlovák tanítók eze biztos benne volt. És akkor kérdeztem, a gyerekek ki volt az, aki engem meg akart adni. Először egy ideig csend volt, és akkor itt is volt egy gyerek, aki felállt és megmondta, hogy kicsoda. Én életemben gyereket meg nem ütöttem, csak akkor. Olyan düh volt bennem, az a gyerek magasabb, nagyobb volt, mint én.
És egy olyan pofont adtam neki, hogy az órámon eltört az üveg. Megérdemeltem. Ezt nem hiszem el, a tanítónéni pofont is volt adni. Hát igen, hát ezt én is akarom elinni. Nem, mert mindig olyan nyugodt volt, úgy tanított, úgy adt elő, hogy az képtelenség volt nem odafigyelni, azt nem megtanulni, szóval azt szinte kötelességednek tartottad, hogy de igen, hazamentem, és ezt előveszem azt a nyelvtant, ha nem tudom, mi lesz vele, akkor is mit tanulni. Tetszett mondani mám ezt a kopogást, akkor úgy ezembe jutott már sajnos, mert sok mindent én is már felejtettem, hát fiatalabb is vagyok, 2 évvel tanítónénitől, hogy amikor tanítónénit elkezdett kopogni, akkor már az egész osztály felfigyelt, hogy ez itt valakivel nincs megelégedve, vagy valami, szóval ilyesmi, valami kenek vaj van a fején, vagy valami baj van, vagy amikor így megtetszett kopogtatni az asztal katedra. Mikor a ti osztályotokban történt az, mikor mondtam, hogy gyerekek, egy szomorú hír. Mától kezdve egy magyar irodalom órával kevesebb lesz, mert szlovák irodalmat fogunk tanulni. Csend volt, és akkor valamelyik, én tudom is, hogy melyik volt az, aki felállt, és azt mondta, hogy tanítónéni, megtanuljuk mi azt, de nekünk más tisztességet beszélni. Augusta. Nem az a 19 éves. És feketébe öltözve, nyáron, dologidőbe. Hát ez egy olyan óriási dolog. Olvastátok a újságot. Tanítványok. Itt vagyok. Tanítvány. Ide, hogy a feje kilásod. A pót, én vagyok. Igen, tanítvány. Gyere ide.